Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Gázrobbanás, már teljes a biztonság, tavasszal visszaköltözhetnek a lakók a szexárdi házba. Testületi ülés, januárban valamennyi dombóvári beruházás folytatódhat. Szaloncukrokat, húsokat, borokat ellenőriztek, Tolna megyében kevés szabálytalanságot találtak a hatóságok. Fiatalok a városért, bátaszéki tehetséges diákokat díjaztak. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Megkezdődhet az októberben gázrobbanásban megsérült szexárdi ház újjáépítése, miután megtörtént a romok eltakarítása és az épület stabilizálása. A tervek szerint március végére újjáépítik a lakásokat, és a lakók megkezdhetik a visszaköltözést. Ács Rezső szexárd polgármestere azt mondta, hogy a továbbiakban is minden segítséget megadnak a lakóknak. Így fest most a Herman Otto utcai gázdobbanás szenvedett ház belülről. Három emelet magasan hiányoznak a födémek, és olyan tartószerkezet biztosítja a stabilitást, melynek darabja 8 tonna teherbírású. Két hónapban elbontottuk födémeket, falakat. Mondta Kocsmár István, az Aliszka Bau ZRT vezérigazgatója, aki kiemelte, ma már teljesen biztonságos az épület, de az elmúlt időszakban többször éltek meg nehéz pillanatokat, míg a jelenlegi helyzethez eljutottak. Közel 400 köbméter törmeléket vittünk el, aminek azért a jó része építési törmelék volt. A biztonságot pedig ugye az is elősegít, amit bent lehetett látni, hogy a külső megtámasztások mellett most már három szinten belül mindenhol ki vannak támasztva a falak. Ennek megfelelően elkezdődhet a lakások újjáépítése. Kocsmár István véleménye szerint, ha a munkák befejeződnek, ez lesz Szexárd egyik, ha nem a legbiztonságosabb épülete, annyira megerősítik a szerkezetet. Ács Rezső polgármester azt mondta, a város továbbra is minden támogatást megad a lakóknak. Mi azt mondtuk ugye, hogy nem pénzkérdés az, hogy a lakók mellett álljunk, tehát ameddig szükség van a segítségére a városnak anyagi szempontból, vagy éppen pszichológus szempontjából, hiszen ilyeneket is figyelembe kell venni, addig a lakók mellett fogunk állni. Tehát akár időben nincs korlát, akár anyagiakban nincs korlát, mindenféleképpen minden segítséget meg fogunk adni. A jelenlegi helyzet szerint az első lakók március végén költözhetnek vissza a lakásaikba. 80 milliárd forintot ad a kórházaknak egészségügyi fejlesztések megvalósítására és az adósságállomány csökkentésére a kormány. A csomagból 37 milliárd forint áll majd rendelkezésre egészségügyi korszerűsítési célokra. Ez azt jelenti, hogy a járóbetegellátás finanszírozását 16 milliárd forinttal növelhetik az egészségügyi intézmények, a fekvőbetegellátásra pedig plusz 18 milliárd forintot biztosít a kabinet. Emellett további több mint 3 milliárd forintot fordít arra, hogy a jelenleginél szélesebb körben legyen lehetőség a genetikai hibák kiküszöbölésére szolgáló gyógyszerek beszerzésére. A fennmaradó 43 milliárd forintból a kórházak adósságállományát kívánja rendezni a kormány. Januárban újraindítják Dombóváron a folyamatban lévő városi beruházásokat, az önkormányzatnál dolgozók bére pedig nem fog csökkenni, mondta Pintér Szilárd polgármester a szerdai képviselőtestületi ülés után. A 65 év felettieknek jövőre már nem kell kommunális adót fizetniük Dombóváron, erről még november végén hozott határozatot a képviselőtestület, most pedig az átmeneti egyszeri támogatás mértékét emelték meg 10%-kal úgy, hogy közben egyszerűsítették az igénylést. Az eddig 2x5, 2x4 ezer forintot jelentett, azaz 18 ezer forintot, és négyszer kellett lehetett igényelni. Úgy gondoltuk, hogy csökkentjük az adminisztrációs terheket, évente kétszer lehet igényelni, de hogy az adminisztrációs terhekben megtörténő csökkenés, ami nyilván a humán erőforrás oldalra jelentkezik, megteremtette a lehetőséget, hogy a 18 ezer forintról 20 ezerre emeltük ennek a támogatásnak az összegét. A bérek a városi alkalmazottaknál nem emelkednek jövőre, viszont nem is csökkennek, amit Pintér Szilárd polgármester mindenképpen örömtelinek tart. Többletforráshoz jut az önkormányzatunk, és már a mai ülésen döntöttünk, hogy ezt továbbra is a kollégáink jövedelmére felhasználásra fogjuk biztosítani. Nyilván a
törvény megvan, tehát minimálbér emelkedni fog. Akinek eddig el volt érítve az illetményalapja, azt 2020-ban is meg fogja kapni. Tehát még egyszer mondom, nem jó hír, emelni nem tudtunk, de senkinek nem fog csökkenni a jövedelme 2020-ban sem. Az elmúlt két hónapban áttekintették a korábban felfüggesztett városi pályázatok, beruházások helyzetét. A polgármester azt mondja, valamennyi szereplővel tudtak beszélni, megegyeztek a közreműködő szervezetekkel és a kincstárral is mindenben, így a munka január 6-ától mindenhol újraindulhat. Kommunikációs témákban is döntött a testület, Dombóvár a jövőben bekerül a Kaposmenti újságba, amit majd a Dombóváron is eljuttatnak minden háztartásba, és marad a november óta hetente jelentkező Kaposmenti magazin is a Tolnatáj televízió műsorán. Országszerte ellenőrzéseket tartanak a hatóságok a karácsonyi vásárokon, boltokban, éttermekben, míg országosan 126 kg halat kellett megsemmisíteni ismeretlen eredet miatt, és több kilogramnyi jelöletlen szaloncukor és csoki Mikulás miatt szabtak ki bírságot a hatóságok, addig ilyenekre Tolna megyében nem volt példa. 32 helyen 58 terméket ellenőriztek a felügyelők, és mindössze 4 esetben kellett figyelmeztetni a vállalkozókat valamilyen szabálytalanság miatt. Szaloncukrokat, húsokat, borokat ellenőriznek egész decemberben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal munkatársai a téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés keretében. A felügyelők ilyenkor nem csak a karácsonyi vásárokat járják végig, hanem az éttermeket és boltokat is. Azt nézik, hogy például megfelel-e a valóságnak a terméken feltüntetett megnevezés, megfelelő-e az alapanyag minősége, és nyomon követhető-e a termék. A szaloncukron például van-e magyar nyelvű jelölés, és megvannak-e az árusításhoz szükséges dokumentumok. Országos szinten szankcióval járó súlyos higiéniai jelölés és dokumentációs hiányosságokra is bukkantak a felügyelők. 126 kg halat kellett megsemmisíteni ismeretlen eredet miatt, Tolna megyében azonban csak figyelmeztetésben kellett részesíteni a vállalkozókat a szabálytalanságok miatt. Jakab Zsigmond, a Tolna megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és földhivatali főosztály vezetője szerint ennek az az oka, hogy az élelmiszervállalkozók már számítanak a hatósági kontrollra. Viszonylag kevés hiányosság kerül feltárásra, csupán 4 esetben kellett figyelmeztetést kiszabniuk a kollégáimnak. 3 esetben élelmiszerforgalmazás vonatkozásában tapasztaltak kisebb hiányosságokat, és 1 esetben pedig borok vonatkozásában nem volt megfelelő a jelölés, ezért kellett figyelmeztetni az előállítót. Egy boltban követtek el súlyosabb szabálytalanságot, ahol Tolna megyei borként kívántak eladni egy másik borrégióból származó italt. A szezonális ellenőrzés az év végéig folytatódik. Az érintettek mind az ünnepi rendezvényeken, mind az élelmiszerlánc egyéb területein számíthatnak a hatósági kontrollra az ország egész területén. Rekordszámú ajándékkal teli cipős dobozt gyűjtöttek össze a szekszárdiak idén a Babits Mihály Kulturális Központ felhívására. A főleg játékokat tartalmazó, gondosan becsomagolt dobozokat a helyi humán szolgáltató központ munkatársai rászoruló gyerekekhez juttatják el. Kattogtak a fényképezőgépek az első csomag átadásakor. A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ felhívására rengetegen állítottak össze rászoruló gyerekeknek szánt cipős dobozba csomagolt ajándékokat. Évről évre egyre több ajándék csomag gyűlik össze itt a Babits karácsonyfája alatt, és az idei évben 60 ajándék csomaggal, ajándék dobozzal több jött össze, mint tavaly, ami azt jelenti, hogy 465 ajándék csomagot tudtunk annak érdekében összegyűjteni, hogy ezeket rászoruló gyermekek kaphassák meg. A dobozokat azt szerint állították össze az adakozók, hogy lánynak vagy fiúnak szánják, és azt is rájuk írták, hogy nagyjából hány éves gyereknek. A dobozokba főleg játékok kerültek. A felajánlásokat a szekszárdi humán szolgáltató központ munkatársai még csütörtökön elkezdik szétosztani, hogy karácsonyig mindenki megkaphassa. Megvannak a családok, megvannak a gyerekek, és akkor ezeket gyorsan mi rendszerezzük, és utána már adjuk is oda. Aki nem tud bejönni, annak természetesen mi kiszállítjuk. A csomagok között egyébként volt, amelyiket egészen fiatal csecsemőknek állították össze a szekszárdiak, és olyan is, amit a felnőttkor küszöbén álló kamaszoknak. Már hagyomány, hogy műsorral, bállal és egy közös ebéddel zárja az évet a Bátaszéki Napsugár Nyugdíjas Egylet. Idén is a Petőfi Sándor Művelődési Házban gyűltek össze a nyugdíjas klub tagjai, akik közül sokaknak ezek az alkalmak jelentik az egyetlen kimozdulási lehetőséget.
Karácsonyi dalokkal, házi készítésű süteményekkel, pálinkával készültek az évvégi karácsonyi bájukra a Bátaszéki Napsugár Nyugdíjas Egylet tagjai. Az egylet vezetője azt mondja, sokuk számára ezek az összejövetelek jelentik az egyetlen szórakozási lehetőséget. Fel kell öltözünk és eljünk ki, mert jövünk a klubba. Jó együtt lenni, mert azért idősek lettünk. Nagyon sok nő van, aki elvesztette a férjét, ugyanúgy, mint én is. Egyedül vagyunk. Vannak gyerekeink, de a gyerekeink más tudnak szolgálni. De itt, ha együtt jövünk, időskori problémákról tudunk beszélni. A Napsugár Nyugdíjas Egylet tavaly ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az egyletet 22 évig vezette Mezei Bonifácné. Azt mondja, minden percét szerette ennek a munkának. 85 évével ő a legidősebb tagja a nyugdíjas klubnak. Margit néni azt mondja, büszke arra, hogy olyan csapatot sikerült felépítenie, akik összetartanak és mindenben támogatják egymást, megosztják egymással örömüket, bánatukat. Egy héten egyszer jövünk össze, és azért az ember, én úgy gondoltam, azért létezik, hogy az idős embereket, hogy ne üljenek otthon, és együtt jöjjünk itt egy kicsit, valahogy elbeszélgetünk, elnotázgatunk, megtartjuk a születésnapi, minden negyed évben megtartjuk a születésnapi rendezvényt, aki abba belesik. A karácsonyi bál egy közös ebéddel és tánccal zárult. A szekszárdi S plusz és stúdió Kft. Dolgozói hetekkel ezelőtt jótékonysági akcióba kezdtek. Az összegyűjtött közel 20 doboznyi adományt a hagyományoknak megfelelően átadták a szekszárdi családok átmeneti szállásán élőknek, segítve ezzel a nehéz helyzetben lévők mindennapjait, könnyebbé téve számukra a karácsonyi időszakot. A Szentegyházi Gyermekfilharmónia látogatott Gyönkre, a zenekar harmadik alkalommal járt a településen, a meghívó ezúttal a helyi német egyesület volt, de a vendégség megszervezésében a Nemzetpolitikai Államtitkárság is részt vállalt. Száznegyven kis muzsikus érkezett most Gyönkre, a legfiatalabbak akkor születtek, amikor a Szentegyházi Filharmonikusok megalakultak. Az iskola nem művészeti jellegű, így a gyerekek szabadidejüket áldozzák a muzsikálásért. Gyönk harmadik alkalommal házigazdája a kórusnak, a meghívó a helyi német egyesület volt. Szerintem nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen kis településre is most már harmadszor ide tudtuk hívni őket. Példás együttműködés a gyönki németek és az erdélyi kórus kapcsolata jól mintázza azt a koncepciót, melyet a Nemzetpolitikai Államtitkárság képvisel a magyar-magyar kapcsolatokban, mondta Kádár Zoltán, aki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár üdvözletét is tolmácsolta. Ez a gyönki rendezvény azért speciális, mert a Német Nemzetiségi Egyesület volt az, amelyik ide meghívta a Szentegyházi Gyermekfilharmóniát, tehát láthatjuk, hogy ők is szívükön viselik a határainkon túli magyarság sorsát. Ez az, ami a magyar kormányzat és a nemzetpolitikánk részére, nemzetpolitikánk szempontjából rendkívül fontos. A gyönki evangélikus templomot zsúfolásig megtöltő közönség ezúttal egyházi és világi műveket hallgathatott meg, a fennállása óta közel 1000 fellépés számláló szentegyházi gyerekek tolmácsolásában. Bátaszéken már hagyomány, hogy karácsony előtt olyan fiatalokat díjaznak, akik kiemelkedő teljesítményükkel öregbítették a város hírnevét. A fiatalok a Városért díjat polgármesteri fogadás keretében adták át szerdán a Városházán. Idén is díjazták azokat a fiatal tehetségeket Bátaszéken, akik 2019-ben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak valamely területen, és a munkájukkal öregbítették a városuk hírnevét. Fekete András 9. osztályos tanuló Bátaszéken. Egy betegség miatt kezdett el úszni. Időközben annyira elsajátította a gyors és mellúszást, hogy országos második helyezést ért el váltóban. Egyénibe pedig 2 évente jut ki az országos döntőbe. Azért kezdtem úszni, mert van egy, hát ilyen mondhatni betegségnek, hogy a bejebb van a mellkasom, és ahogy ezt így azt tanácsoltak az orvosok, hogy kiebb kell így az úszással, vagy valamilyen sportra így nyomni. Ugye, és igazából ezzel kezdtem el, aztán nagyon megszerettem a sportot, és máig is nagyon szeretem, szeretek úszni.
A kitüntetésekre a helyi intézmények és civil szervezetek vezetői ajánlották a kimagasló eredményeket nyújtott diákokat, így az ők nagyra becsülését is kifejezi az elismerés. A méltatásokat követően az ajándékokat Bátaszék polgármestere adta át. Ők tanulmányi eredményeik, sporteredményeik, művészeti eredményeik alapján ebben az esztendőben kiemelkedőt alkottak, kiemelkedőt tettek. Ahogy említettem, öregbítették városunknak a hírnevét. Nagyon örülünk, hogy ennyi sok és tehetséges fiatal van, mert bízunk benne, hogy későbbiek során is településünk, városunk aktív tagjai lesznek, és hát számíthatunk rájuk az elkövetkező időszakban. A Fiatalok a Városért címet viselő díjat idén 35 tehetséges fiatal vette át Bátaszéken. Regionális híreink következnek. Nő a külföldi diákok foglalkoztatása, Pécsen 500 egyetemista keres munkát magának. Plüssöket gyűjtöttek a pécsi vízilabdások, 5 óvodába vittek ajándékokat a sportolók. Nem csak egyre több külföldi fiatal tanul Pécset, hanem közülük egyre többen keresnek munkát a városban. Ők olyan hallgatók, akik szegényebb országból vagy háborús övezetekből érkeztek, így kénytelenek maguk fizetni az itteni költségeiket. A külföldi diákokat elsősorban a gyártással foglalkozó cégek keresik. Véleményük szerint lelkiismeretes, jó munkát végeznek ezek az egyetemi hallgatók az üzemekben. Dolgozunk autóipari beszállító cégnek, dolgozunk húsipari feldolgozó cégnél és külföldi diákokkal. De kinder tojás csomagolásnál vagy bőröndök kerekeinek gyártásánál is alkalmaznak külföldi diákokat, mondja a Melódiák Iskola Szövetkezet pécsi kirendeltség vezetője. Az államközi megállapodásoknak köszönhetően olyan diákok is egyetemi tanulmányokba kezdenek Pécsen, akiknek önellátóaknak kell lenniük, ezért keresnek munkát a városban. Az szokott lenni a szűk keresztmetszete a diákok, a külföldi diákoknak a foglalkoztatásában, hogy az adott cégben dolgozók nem feltétlenül beszélnek angolul, ezért nehezen tudnának kommunikálni a diákokkal. Sok esetben tapasztaljuk azt a partnereinél, főleg akik először kezdenek el külföldi diákot foglalkoztatni, egy picit félnek ettől a foglalkoztatástól, viszont teljes mértékben meg vannak vele elégedve. Tehát nagyon sok olyan visszajelzést kapunk, hogy azt sajnálják csak, hogy miért nem kezdtek el előbb diákokat foglalkoztatni, mert hogy abszolút pozitív a visszajelzés. Ezért a termelő cégek keresik főleg a külföldi diákokat, ahol a nagyszámú dolgozó mellé nem jelentős plusz kiadás már a tolmács alkalmazása, mondja a kirendeltségvezető. Jelenleg 500 külföldi egyetemista tagja van a Melódiák Iskola Szövetkezetnek. Ők azok, akiknek létkérdés, hogy munkát kapjanak, ezért jól teljesítenek. Ők Afrikából, Ázsiából, Dél-Amerikából érkeztek Pécsre. Kövesi Péter azt mondja, volt olyan eset is, hogy egy szallag mellett dolgozó műszak is külföldi hallgató javaslatára változtatott a cég a munkafolyamaton. Azért, mert úgy hatékonyabban működött a gyártás. Ha karácsony, akkor ponty, mondja az egyik pécsi halból tulajdonosa. A szakember szerint, bár még mindig kevés halat fogyasztunk, minden évben egyre többen vásárolnak ilyen húsfélét. Az ünnepi időszakban kifejezetten a pontyot keresik a legtöbben, de népszerű az afrikai harcsa és más édesvízi halfajták is. Hosszú sor áll az egyik pécsi halbolt ajtajánál. Nem véletlen, hiszen a karácsony közelettével sokan vásárolnak ilyen húsfélét. Az üzletvezetője azt mondja, a hagyományos ételek kerülnek ilyenkor előtérbe, így a legtöbben a pontyot választják. Ilyenkor karácsonykor a legjobb a ponty halászli, az igazi magyaros, tehát ez egy feeling. Aztán azon kívül az afrikai harcsa, amit szépen fölkaptak, szépen viszik azt is már. De ezen kívül még meg lehet találni a szürke harcsát, amúrt, busát, pisztrángot, lazacot. Ezeket el lehet vinni, de ezek a tehát ez az, amit most visznek a palettán, tehát ezek a legfinomabbak, legjobbak, legkeresettebbek, igazi karácsonyi halak. A boltban élő, tisztított és fagyasztott hal is kapható, mind ugyanazon az áron, mint eddig. A népszerű ponty kilóját 1750 forintért, a különböző harcsákat kilogrammonként 3 és 4000 forint között kínálják. Hagendorn József szerint az áfa csökkentésnek köszönhető, hogy a tavalyi díjszabással árusíthatják a húsokat. 5%-a csökkentették az áfát, nem kellett emelni árat, tehát ez egy nagyon pozitív húzás volt. Reméljük, hogy következő időkben is a hal fogyasztást fogják leginkább preferálni itt most kormány szinten is, meg minden egészségügyi szinten, mert nekem határozott véleményem az, hogy halak nélkül, tehát halevés nélkül nem lehet megmaradni. A szakember azt mondja, bár még mindig kevés halat fogyasztunk, minden évben egyre több ilyen hústerméket vásárolnak a pécsiek.
Ismét összefogtak a vízilabdázók, 5 pécsi óvodának tudtak karácsony előtt egy kis meglepetést okozni, ezekbe az intézményekbe főként hátrányos helyzetű kisgyermekek járnak. Az idei gyűjtésben a PTE Deák Ferenc gimnáziuma és általános iskolája tanulói is részt vettek. Megérkeztek a vízilabdázók a keleti városrészi óvoda Fűri utcai tagintézményébe. A gyerekek már nagyon várják őket, hiszen tavaly is rengeteg ajándékot hoztak. Fontos, hogy a gyerekeknek példát mutassunk azzal, hogy amellett, hogy sportolunk, ajándékokat hozunk, plusz állatokat minden évben karácsonyra, és ezzel egy kicsit a karácsonyi időszakot boldogabbá tenni a gyerekeknek. A PVSK Meccsek Füszért 5 éve minden karácsony előtt gondol azokra a gyerekekre, akikre talán nem vár semmilyen játék a fa alatt. A csapat vezetősége és játékosai ismét személyesen vitték el a plüssöket 5 olyan óvodába, ahová hátrányos helyzetű gyerekek járnak. Idén a Deák Ferenc általános iskola és gyakorló gimnáziummal közösen gyűjtöttük a plüssöket. Volt az iskolában is egy leadási pont. És elmondhatjuk, hogy talán az elmúlt 5 évnek ez volt a legsikeresebb akciója, mert több mint a duplája gyűlt össze annak a mennyiségnek, amennyire szükség lett volna. Tehát nagyjából 700 kisgyerek az, akik itt a keleti városrészi óvikba járnak. A vízilabdázók a keleti városrészi óvoda Fűri utcai tagintézményén kívül a Varga Damján utcai, a Buzsáki utcai, a Somogyi és a Vasasi tagóvodákat keresték fel idén. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Gázrobbanás, már teljes a biztonság, tavasszal visszaköltözhetnek a lakók a szekszárdi házba. Testületi ülés, januárban valamennyi dombóvári beruházás folytatódhat. Szaloncukrokat, húsokat, borokat ellenőriztek, Tolna megyében kevés szabálytalanságot találtak a hatóságok. Fiatalok a városért, bátaszéki tehetséges diákokat díjazta. Pénteken túlnyomó részt napos, időnként mérsékelten felhős időre van kilátás, a csütörtökihez képest kissé enyhébb idő lesz, éjszaka fokozatosan beborul felettünk az ég, de eső nem valószínű. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!